Sziasztok, én kis Márkusz vagyok, vagyis játékos K. És most egy nagyon szar játékot szeretnék bemutatni. Most Lakos Laki nem ér rá, úgyhogy az egyik barátom, Jencike, segít nekem. Mutatkozz be szépen! Sziasztok, én Lakatos Jenő vagyok, Márkusznak az osztálytársa. Először is szeretném rá felhívni a figyelmet, hogy ez még a Half-Life 2-nél is szarabb játék, úgyhogy készüljetek erre a szarságra. Na, indulhatunk! Tehát ezt a játékot a Sculptura nevű cég adja ki. Hát Márkusz, te mit tudsz erről? Ez csak pirata bajra tesz fel játékokat, tehát nem adja el a játékokat sehova, semmilyen boltba. Aztán itt valami szarokat ír ki, aztán nagyon szar intro van, de legalább itt van, nem úgy, mint a Half-Life 2-ben. De hát azért a Crysisban szerintem sokkal jobb volt, most nézzétek milyen módon. Hát igen, milyen szarmán menü, ilyen PS2-es menüje van. Akkor kontinuáljuk a játékot. Na, nagyon nehéz benne kattintani. Úgy, hát elkezdődik, vagyis hát nem tudom ez mi, ez olyan Crysis koppintás, nem, Jenti? Hát azért a GTA-ra szerintem sokkal jobban hasonlít. Hát igazából lehet benne szabadon mozogni, de korlátozva majd meg is mutatom, hogy miért. Na, itt van ez a nagyon szar almenü, ilyen DNS szarságok vannak itt. Nem tudom, mi olyan jó benne. Ja. De, nézzétek meg, angol a játék, a Crysis, meg a GTA 4 például magyar. Sokkal jobb benne, hogyha magyar lenne, szerintem. Hát ez lenne a betöltőképernyő, szerintem most ez egy nem olyan rossz ötlet volt, de Crysis még mindig úgyis jobb. Hát azt előre megjegyezném, hogy a játék nagyon akadozott a gépünkön, pedig a legújabb Celeron 4-es hát gépünk van. Jaj, te buta, Spencium! Na, azért még imádkozzunk egy kicsit. Na, hát nem kezdődik ez a szar. De amúgy mik azok a kiírások ott oldalt? Hát szerintem az a Biblia 48. Zsoltárjának a második verséből való. Na, hát itt is vagyunk az elején. Ami először feltűnt ezen a helyszínen, hogy nincsen ajtó a házon. Csak a tetőn lehet bemenni. De, úristen, nézzétek a grafikát. Most ilyen grafikát komolyan gondolnak 2010-ben. Mindenféle majomfasz ugrálást csinálni. Szerintem ilyen rácsos tető van. Úristen. Júj, leves, Márkusz! Nyugi, nem esek le. Na, hát itt nem. Na szóval, kiderítettem, hogy azért lehet futni is ebbe a játékba, csak erre három gombot kell egyszerre lenyomni. Aztán itt ez a kék valami nem lehet átmenni. Látszik, hogy nagyon szar az irányítás. Hát igen, gondolom, hogy ez egy port játék, átportolták Xboxról. És itt nem lett nagyon jól. Na, mi lesz? Superman? Júj, de jó! Júj, leves! Hát most már mindegy, beleestem a szénába. Ah, itt egy ilyen koszpáncél. Nézzétek, mennyire nem realisztikus. Beesk a szénába és semmi baj nincs. Azért itt üssük nyugodtan az emberek. Hey! De nekünk megy le az életünk, hogyha üssük az embereket. Hát ezt nem értem. Hát ez kész felháborító. Hogyan gondolták ezt a készítőt? Hú, nem tudom, de ez egy nagyon szar játék. Siessünk is a bemutatásával, mert kiül a vacsora. Még itt kell unatkozni, ez nem igaz. Küldetés sincs igazából a játék, vagyis van, de... ez már a harmadik fejezet. Jó, milyen erőszakos ez a játék. Jaj, hát, na, nem vagy te az anyám, te a barátom vagy, te hülye gyerek. De lépjünk már ki most, mert ez nagyon erőszakos, ez nem, ilyeneket nem enged a Biblia. Te hülye katolikus paraszt. Nem mondj ilyeneket, mert megmondanak anyának, aztán meg eltilt téged a géptől. Jaj, ne, mert még akkor most vettük meg a Crysisnak a díszdobozos kiadását. Itt kell még harc, még itt öljük ezeket a parasztokat. Ezeket legalább már meg lehet ölni ilyen stílusos kivégző kombóval. Szerintem ez a GTA 4-ben sokkal jobban néz ki. Főleg ebben az új Episodes from Liberty City-ből. Igen, Károly, az nem megy a gépünkön, viszont az Xbox 360-unkra majd meg fogom venni, majd azt kérem anyuktól kajátszonyra. Hát igen, most átmegyünk majd Rolandhoz játszani a GTA 4-jel Xboxon. Meg PlayStationon. Hát ezt nem értem, ezek át tudnak menni a szar kék falon, de mi nem? Szerintem ez egy nagyon nagy
Várjál, mi van itt? Bug! Itt mennek a rokonaid, mert ezek is nagyon katolikusnak látszanak. Hú, ezek olyan, mint a nagyapáim. Sajnos én is katolikus iskolába járok, ezért muszáj nekem is megtanulni a Bibliának most az első fejezetét. Úgyhogy nem lesz olyan hosszú most ez a videó. Pedig a rajongóik már nagyon várták, mondjuk lakoszhoz is oda mentek az emberek, hogy mikor jön a következő videó. Tényleg most lakosz hol is van? Hát most lakosz éppen konfirmáláson van. Nem tudom, hogy most református vagy zsidó iskolában, lehet, hogy barbickója van, most így nem tudom, mert anyáik most elmentek. Szóval, hát ennyi lett volna a videó. Még egy kis értékelés beleférne. Ez a játék nagyon szar igazából. Semmi történeti nincs, igazából unalmas a szar. Amit említettem, hogy nem tudom, hogy gondoltak ilyen grafikával kijönni egy játékot 2010-ben. Szerintem... Hát jó, neked nem jutott semmi eszedbe, de a grafika az legyen egy olyan 10-ből. Hát olyan 4, mert még 2009-ben még megállta volna a helyét, de így már 2010-ben szar. Hát a hangokkal volt valami problémánk? Nem tudom, tudod, hogy én hallássérült vagyok. Hát a hangok azok, hát olyan, legyen olyan, hát a 10-ből olyan 3. A játékmenet az engem rendkívül emlékeztetett egy játékra, de vajon melyikre is? Igen, pontosan ez a Grand Theft Auto 4-re emlékeztet minket. Ezt is az Ubisoft adta ki, aki az EA Game alvállalata. Igen, pontosan. Hát a játékmenet az egy olyan 6-10-ből. Vagy nem. Hol 6? 2? Hát ez így nagyon szar. Szóval összesítve a játék kap az 50 pontból. Hát 6-ot. Jó, nos, már siessünk, mert kiül a tök főzelék. Jó, ennyi volt már a sziasztok, ne játszátok. Úgyhogy, viszlát!